Péterről megtudtatok valamit? Mari volt a laktanyánál. Az őr nem engedett be, de beszéltem egy tiszttel, és azt mondta, hogy ott van Péter. Meg az én Ferim is. A te Ferid? Az én Ferim. A vőlegényem vagy nem? Katona vőlegény, nem vőlegény. Találkoztunk egy szép bajuszos legénnyel. Nagyon szép bajusza van, és szerelmes lett Annába. Ingyen adta nekünk ezt a szép karácsonyfát. Tényleg szép karácsonyfa. Majd szépen fel kell díszítenünk. A bajuszos legény nagyon sokat pusmogott Annával. Rendes udvarias fiú volt. Az a tiszta laktanyában még mást is mondott. Azt mondta, hogy veszélyes ennyi nőnek egy magányos tanyán bevárni a háborút. Ott maradhattunk volna keresztapáméknál. Legalább Mari meg én ott maradhattunk volna. Együtt kell, hogy legyen a család. Otthon is együtt lehetnénk a városban. Még soha nem töltöttük a telet itt a tanyán. Eszter, fektesd le Jánoska. Júli, szedjél le. Menjetek aludni. Korunkban hangosan imádkoztunk el olvás előtt. Igen, mert te féltél a sötétben. És most is félek. Hazajöttem. Jézusom, Péter! Péter! De szép katona vagy. Te vagy a legszebb katona a világon. Tényleg, te vagy a legszebb. Ez micsoda? Szakaszvezető vagyok. Tiszt vagy? Nem, tiszt még nem vagyok, de parancsolok néhány embernek. Ferivel mi van? Miért nem jött veled? Járőrözik, nem jöhetett haza. Gyönyörű karácsonyunk lesz. Együtt van az egész család. Nem maradhatok itt karácsonyra. 24 órás eltávozást kaptunk, azután tovább kell mennünk. Talán itt maradhatnál karácsonyra. Nagyon szép karácsonyfát kaptunk. Gyere, megmutatom. Hol van apa? Jó estét, apa. Jó estét. Miért nem jött be a házba? Hagytam, hogy előbb anyádé körüljenek. Az ilyesfajta tanyákon a nők nem szeretik a kölyögős gyenge férfiakat. Én meg tüdőlövéssel jöttem haza. Ez a háború sokkal csúnyább, mint az első volt. Az első háborúban minden golyót felismertem. A hangjáról is el tudtam bújni. Most meg eltaláltak az oroszok. Menjen vissza a szobájába, apá. Látom, szakaszvezető lettél. Én nem vittem ennyire a két háború alatt. Szervusz, nagyfiú! Mikor lesz belőled katona? Holnap. Ilyen szép katona akarok lenni, mint te? Sokkal szebb katona kell, hogy legyél. És nem szakaszvezető, hanem legalább zászlós. Puskát akarok. Szerzünk neked puskát.
férjedről mit tudsz? Fél éve kaptam tőle levelet. Akkor még élt. Sokan eltűntek a háborúban, aztán váratlanul előbukkannak. János is bármikor hazajöhet. János egyre jobban hasonlít az apját. Itthon maradsz karácsonyra? Nem. Itthon kell maradnod. Nem maradhatok itthon, anya. A háborúnak vége, te meg itt vagy. Itthon vagy. Kezed, lábod, eszed, mindened a helyén. Ha levetem az egyenruhámat, vadászni fognak rám. Elrejtelek. Senki nem fog megtalálni. Az embereim visszaválnak. A családodra gondol. Arra gondolok, anyám! Menjetek aludni. Menjetek az ágyatokba! És apám ezen túl, itt bent alszik. Majd én kimegyek az istállóba. Ma itt alszol. Pihent ki magad. Háború van. Vigyázni kell a jószágokra. Téged mindig nagyon féltettelek. Talán azért, mert túl nehezen jöttél a világra. A lányok könnyen megszülettek. Márcsi néni gyorsan kihúzta őket belőle. Veled egy egész napon át szenvedte. Megkékülve jöttél a világra. Én meg majdnem meghaltam. Túl nagy volt a fejed, azt mondta a doktor. Azért volt nehéz szülés. Azóta hozzánőttem a fejemhez. Biri. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! A fiúkat keressük. Két napja nem ment vissza a századához. De hiszen visszament. Csak nem történt valami baja. Azért körülnézünk egy kicsit.
keresnek, bácsi? Egy katonát. Itt nincsen katona. De járt itt mostanában? Járt itt, de elment. Tudod, hogy hova? Lehet, hogy tudom. Megmondod nekem? Mit kapok, ha megmondom? Amit csak akarsz. A puskát akarom. Jánoska, mit csinálsz? Puskát vásárolok. Gyere ide. Na gyere. Ha megtaláljuk a fiát, agyonlőjük, mint a kutyát. Ha mégis visszaenné a fene ide magukhoz, küldjék vissza az alakulatához, akkor talán életben marad. Előjöhetsz, fiam! Nem kellett volna a katonaruhámat eltüntetni, anyám. Nem szóltál semmit, amikor elvittem. És élve maradtál. Még meghalhatok. Lekaszálná őket. Anna, Mari, bújjatok el. Menjetek a verembe. Igyekezzetek. Én is megyek. Nem. Te itt maradsz a gyerekkel. Juli is itt marad. Ő is gyerek még. Солдаты есть? Бор, паленка. Вон.
Чтоб он дурак был. Jánoska, gyere be! Только необходимое. Előjöhettek.
пришли, мне кажется, мы что-то забыли. Találtad, fiam? Remélem. Mégis megtalálnák. Én öltem meg. Rátámadt a lányaimra, dulakodni kezdtem vele. Elsült a géppisztolya és halálra sebezte. Ezt kell, hogy mondjátok.
Ez jó abiszkágy! Nyitva volt a szeme. Kinek? Annak az orosznak, akit agyon lőttél. Csak döglött kutya találni. De kell ennyit egy katona. Milyen katona? Akit itt meglőttek. Itt nem lőttek meg senkit. Ne hazudj. Приведите Майоркина. Вон там, в кухне, я видел. Он лежал там на полу, весь в крови. Из него кровь текла, весь в крови был. Nekirontott a lányunknak. Meg akarta gyalázni. Приписал valaki той женщине? Нет. Я ее только погладил. Я не хотел ничего дурного. Это Воронов Гришка поволок ее в комнату. Замолчи! Ismersz ezt katona? Сучка, плюется. Тебя убью сейчас, тварь, блин. Рука больно! Этого засранца отведите крестьянам. Где Воронов? Блять, эти падлы его застрелили. И в меня попали, когда я побежал. А вот Гриша не побежал. Он на кухне лежал. Весь в крови. Пол вон, Воронов. А все нам тут хатюк. De sem tudni? Nem tudom. Hát te? Nem tudom. Hát jó! Színje! Расстрелять. Várjanak. Péter. Péter, gyere elő. Maradjatok itt. Maradjatok Péter. Itt. Péter. Maradj itt. Lövetni akart, fiam. Te katona? Nem. Nem katona. Szép magyar katona. Hány oroszt megölni? Hány oroszt megölni? Egyet se. Tegnap este megölted Voronov katona. Nem ölte meg! A férjem. Az ránk fogta a puskát. A férjem meg dulakodni kezdett vele, hogy a lányát védje. És a puska elsült. Mi alatt ez meg akarta gyalázni a lányomat? Én a женщина говорит, что ты приставал к ее дочери. Врет она. Я клянусь жизнью своей матери, что я никого не трогал. Я только погладил этого мальчика по головке. Это Гришка поволок ее в комнату, сорвал с нее платье. Не хочешь ли ты сказать, что Григорий Воронов, боец Красной Армии, изнасиловал эту женщину? Нет. Он попытался.
Но вот эти его убили. Кто его убил? Я не знаю. Мне пришлось бежать, они хотели меня убить. Hol van férjed? Az erdőbe ment tűzifáért. Gyilkos tehát nincs itt. De én gyilkos nélkül nem megyek el. És hol ennyi a halott? Színje! Rasszállj! Én lőttem le a katonáját. Nem ütette. Ne higgyen neki. Hényi nem hényi. Igazság kell, és gyilkos. Én vagyok a gyilkos. És hol ennyi? Hol ennyi a halott? Nincs egyetlen halott se. Hol ennyi a halott? A répa veremben. Akkor megnézzük. Zárni a szemét. Itt van? De. Itt a csély. Jó. Ebből nem lőttek. A etecsély. Ты мой. Ты бросил своё оружие. Оставил этим венгерским мужикам. Ebből sem lőttek.
Kilokni osztonyán. Pintér Lajosék. Ismerni őket? Persze. Jól ismerjük őket. Hogy hívnak? Júli. Fogd a gyereket, futni Pintér Lajosékhoz. Én nem akar látni bennetek. A szíve egy évecske. Môžete jazira jívate sláv. Vierni ich. Давай, вірні їх. Он заслужил это, он бросил свое оружие. И лучше без свидетелей. Tedd meg! Ráfogta a géppisztolyát, tulakodtunk. Pisztolya lőtték meg! Azt is te ölted meg! Köszönöm, de zsinó! Ezt a fiad is beismerte. Ő ölte meg. Ennek tehát két gyilkosa van. De ki ölte meg a másik? Nem én öltem meg. Miért nem maradtál az erdőben? Fasztam. Ki ölte meg két katonám? Az egyiket ő ölte meg. Hol? És a másik? Ki ölte meg? Én? A tanyától nem messze lett halott. A másikat is ölte meg.
engedlek téged a lányokhoz. A fiam nem ölt meg senkit. Magára vállalt két gyilkosságot. Úgyhogy kettőt. Két orosz katona halt meg. De hát a másikat ott tisztölte meg. Mind a kettőt apátok ölte meg. Apát ki fogják végezni? Péter életben marad. De hát bevallotta, hogy ő a gyilkos. Őt megmentettem. És mi mit mondjunk, ha kérdeznek? Emlékeztek, mit mondott apátok éjszaka a répa veremnél? Ő gyilkolt. Szépen együtt maradt a család. Ты, идете с нами. Néktek talán lehet hiányi. Egy kérdés van. Ki ölte meg két katonám? Apánk. Engem védett az apám. Valaki játszani ezen? 8 évig jártam ebbe az iskolába. Mindannyian ide jártunk. Разрешите, товарищ капитан? Te és te mentek vele. Hogyan lehet egy nőt megerőszakolni? Előtte megverik. Kihallgatásra. Félek. Tanár úr, ugye emlékszik még rám? Emlékszem.
Segítsen rajtuk. А ну-ка, девушки, не бойтесь, заходите. Ну, что же вы не слышите? Глупенькие. Входите, входите, офицеры вас приглашают на ужин. Не бойтесь. Ну, входите же, входите. Igaz férfi, megvédi az apját. Hol van az apám? Itt. Rendesen viselkedik. Bevallotta, hogy megölt két katonát. Előbb csak egyet ölt meg. De anyád és testvéred bizonyították, hogy megölt még egy. Akkor azt is bevallotta. Én sem, de bevallotta. Bántották? Nem bántunk senki. Csak aki minket bántanak. Látni akarom az apámat. Rövidítje igazra. Majorkin üdvözetőt a Pintért anyám. Mivel megölted őket? A fiam katona pisztolyával. Hol van az a pisztoly, apa? Te is itt vagy. Hát akkor hol az a pisztoly? Majd én megmutatom. Én öltem meg a katonáját a tanyánkon. Az apám ártatlan. És a másik holott? Azt nem én öltem meg. Azt nem vállalom. Akkor nem csak te vagy gyilkos, talán egész család segített. Kár lenne kiirtani egész család. Rálőttem a másikra is. Azt is én ölhettem meg. Csúnyák vagytok. Egész népetek csúnya. Görbelábú, kétség, hiedős emberek. Pacsibó. Parintani durion. С таким бы я и не прочь. А мне что прикажешь этим старикашку я ела? Да вы моему лицу. Ведь все равно не стать красивее.
találom! Keres tovább! Van idő! Понимаете, его. Tudom, те vagy a gyilkos. Mondtam, hogy az apám ártatlan. Ártatlan. És végre tudjuk az igazság. Szép életünk volt ezen a tanyán. Itt megöltek egy szovjet katonát. Meg akarta gyalázni a lányomat. Nekem is van egy kislány. Én is ölném meg, akivel erőszakoskodik. Csak neked mondom. Neked se kellett volna mondani. Na gyere! Keine russischen Soldaten niedergeschossen. Wir sind an dem Ende, Bruder. Ez ki? A rossz katona szökevény. Azt mondja, hamarosan mindkettőtöket agyonlőnek. Tudom. Én már háromszor elszöktem tőlük. Egyszer is elkaptak. Mert hülye voltam. Karácsonyfát árultam a piacon. Sőt, a legszebb karácsonyfámat el is ajándékoztam. Szép tanyasi lánynak adtam oda. Megígértem, hogy meglátogatom, de ezek megint elkaptak. Az a fiatal tanyasi lány. Lehet, hogy az én húgom. Tényleg? Szép lány. Kár, hogy nem tudtam meglátogatni. De majd elmegyek hozzá. Ő is itt van a börtön. Jobb sorsot kívántam volna neki. Szép lány. У меня в машине двое девчат. Отвези их обратно в тюрьму. Зачем? Приказ майора Чуркина. Ты чего? Понравились, майор. Ночью еще нравились. Неужели приказ майора? Выходи! Эй, 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 сейчас убежит! Стой!
убийстве венграми. Это семья пастора? Да, они сознались в обоих убийствах. В обоих? Да. А ты помнишь Михалкова? Да. Так вот, он перестарался и застрелил бойца Красной Армии за грабеж. А вчера сам умер. Бедный капитан Михалков. По дороге в Берлин. В общем, под Будапештом его застрелили. Быть может, сзади. Сережа был порядочным человеком. Мы тоже порядочные люди. И ты, и я. А умирать не хочется. Ведь правда, это многоликая вещь. И я хочу, чтобы она показывала нам свое самое подходящее лицо. Ведь бойцы освободительной Красной Армии никогда не насилуют беззащитных женщин. Так, Азанович, что... Не в моем полку. И никому, слышишь, никому не позволено безнаказанно убивать наших бойцов. Завтра же потребую другой протокол. Даже следователю нельзя согласиться на любую подлость. Сергей Михалков был такого же мнения. Девчонок отпустить? После суда. Приведи сюда Новикова и Воробьёва. Так вот, это значит, вас изнасиловали. Мужики на хутро, пастор. Я не понимаю, товарищ капитан. О чем вы говорите? Однажды вечером вы зашли на хутор, просили хлеба и воды. Члены семьи пастор совершили нападение и вас там изнасиливали. Мы никогда не ходили ни на какой хутор. Вы туда ходили и вас там изнасиливали? Меня еще ни один мужчина не трогал. Значит, девой помрешь на фронте. Уведи ее. Ты тоже хочешь помереть девой? Я не хочу на фронт. Ну ладно. Значит, в один вечер вы зашли на хутор. В один вечер мы зашли на хутор. Просили хлеба и воды. Попросили хлеба и воды.
Mi történt magával? Здрасте. Это наш пленный. Azonnal meg kell operálni. Операцию сделаем ему сами. Положите его в это корыто. Так, выносите. Nem fogsz megszökni előlünk. De a barátom elszökött. Lekaszált két oroszt, és elszökött. Őt is el fogjuk kapni. Megint el fog szökni. Ő mindig megszökik tőletek. Állj fel, te nyomorult, ha velem beszélsz! Ezt elfigyú, ná neki. Положите его обратно. И позовите Воробьеву. Значит, ты с ним знакома. А ты, ишмешь это? Végighozottatok nekem. Meg akartam menteni a családomat. De ártatlan vagyok. Ártatlan? Azt majd a bíróság dönti el. Nem hiszem, hogy két legjobb katonán erőszakoskodik lányotokkal. Ezt nem írhatom bejelentésbe. Szovjet katona nem csinál ilyesmit. Szovjet katona életét kockáztatja a ti szabadságért. De... Ismersz ő? Igen, ismerem. Ő borotválta meg a fiamat. Tehát ismersz őt. Ismerned is kell őt. Ő meg a társa mentek este tanyátokra kenyér és víz kérni. Ti támadtátok meg őket. A fiú megerőszakolta Novikova őrmesternőt, és lelőtte. Feszkezi. Ко мне тоже приставали. Но удалось сбежать. Hát... Itt előttem az ő vallomás és ti vallomás is.
Sok éjszaka dolgoztam megmenteni titeket. És szovjet katonák becsületét. A pincében van ti három lányotok. Fáznak és félnek. Aláírjátok a vallomást, és a lányok mennek haza. Nem tovább fázni és félni. Én ígérem, a vörös hadsereg soha nem fog bántani őket. A fiú nem tudok segíteni. Megölted a fiamat? Nem. Még nem. Én tudom, hogy megölték a fiamat. Prinyiszítja, Ivo. Mi történt veled, fiam? Megpróbáltam elszökni tőlük. Le kellett lőni. Megérdemelte. Erőszakolta és megölte Novikovát. Azt akarják, hogy én vallomást tegyük. Így legalább megmentjük ezt a létet. Mit tehetünk, fiam? Beszéljetek meg, de nincs sok idő. Én aláírom. Én mindent aláírok. Legalább a lányokat mentsük meg, fiam. Приговор, вынесенный военным трибуналом 27 декабря 1944 года, Иштванный пастор, Петер пастор, и до этого проявлявший враждебные чувства в отношении Красной Армии, на хуторе Донатош, совершили террористическую акцию над старшиной Новиковой, а также попытку совершения террористической акции над старшиной Воровьевой. Могу к банду так, кейт совет катона нет. Иштванный пастор и Петер пастор силой принудили старшину Новикову войти в дом, где Петер пастор сначала изнасиловал, а потом убил Новикову выстрелом из пистолета в голову. Te megölted Novikova törzs örmesternőt. Поэтому постановлением военного трибунала 9-й гвардейской армии а 27 марта 1945 года по статье 58/8 и статье 58/2 указа РСФСР приговариваются к расстрелу при полной конфискации имущества следующие лица. Иштван пастор, венгерский гражданин. Иштванный пастор, венгерская гражданка. Петер пастор, венгерский гражданин. Халал. Магукат, ки фогьяк вегезни. По этому же делу, по статье 58/8, и статье 58/2 указа РСФСР приговаривается к лишению свободы и к 10 годам трудовых исправительных лагерей. Мария Пастор, венгерская гражданка. Эстер Пастор, венгерская гражданка. Анна Пастор, венгерская гражданка. Приговор вступает в законную силу и подлежит исполнению. Обжалованию не подлежит. Магукат табор бабиснек. Тиз евре мункара. Miért vetkőzöl?
Magának is vannak lányai. Maga is levenné értük a ruháját, nem? Igen. Jól öltözetek fel is. Vigyázzatok egymás. Péter, mi lesz velünk? Stanevis! Natos! Cesz! Pli! Határozat. Pásztor Anna és Pásztor Júlia jászberényi lakosok kérésére. A Balti Flotta vörös lobogóval kétszeresen kitüntetett katonai bírósága 1992. február 28-i határozatban. Pásztor Esztert, aki meghalt a Vorkutai 7-es számú javítónevelőtáborban, Pásztor Máriát, aki meghalt a Magadáni 11-es számú javítónevelőtáborban, és Pásztor Annát rehabilitálta. Pásztor Istvánt, Pásztor Istvánnét és Pásztor Pétert bűnösnek találta, terrorisztikus cselekedet végrehajtásában a Vörös Hadsereggel szemben, ezért rehabilitációjukat nem tartotta indokoltnak, és a katonai bíróság velük kapcsolatos ítéletét változatlanul érvényben hagyja.